szól a közmédia, csak hogy Magyarországon megszűnt az éhezés, és nincs szegénység. Elvették a jogainkat. Na de akarjuk mi ezt? Hiába harcolt az éhezés fennmaradásáért Könyves Kálmán is, miközben elfoglalta Dalmáciát. Akaratát és végrendeletét ma semmibe veszik. És szerintetek éhezett a nagymamánk, mikor beszolgáltatta a kaját a hazáért? Hát persze, hogy nem éhezett. Hát a hazaszeretet jól lakatott. A hazaszeretet jól lakat mindennyiunkat. Ilyen hazaszeretet! Hogy sokszor kiderül, hogy amikor éhesnek érzitek magatokat, sőt, ti biztos nem, de éhesnek érzik magukat azok az áruló, hazug, semmire kellő emberek, akkor valójában szomjasak. Biztos nem tudtátok. Szomjasak. Összekeverik azzal, hogy enniük kellene. Nem is éhesek igazán. Lehet közben meg azért szomjasok, mert a kamrába settenkedve jól bekajáltak, amíg senki nem látta őket. Mondjuk egyszerre az áléhezőknek, hogy szomjas vagy! Szomjas vagy! Szomjas vagy! Nem is vagy éhes! Itt tér össze a programunk. A korlátozott táplálékbevitelt évi egy alkalomra szorítjuk le több lépésre. 2021-ben még heti kétszer, 2022-ben már csak havi egyszer, 2023-tól kísérletileg fél évente egyszer, majd a sikeres és üzembiztos tesztidőszak után 2025-től családonként és évenként egy alkalomra korlátozzuk a tápanyagbevitelt! Ilyen!